Swarovski kristályokkal díszített vagy csipkével hímzett menyasszonyi ruhák. A jövendőbeli aráknak bőven volt miből válogatniuk, hogy a nagy napon teljes pompában tündököljenek. È forte frumoso rocchia, a me mozzi, no me imbrecapo una cuma nicciuna, i prima carombrac. Az egyik magyarországi esküvőszalon tulajdonosa elmondta, hogy a hagyományőrző menyasszonyok a hófehér ruhához ragaszkodnak. Két véglet van, vagy a királylányos ruhák, vagy teljesen a letisztult, legegyszerűbb szabású menyasszonyi ruhák. Tehát most úgy a középút az úgy valahogy nagyon ketté nyírt. A vőlegények körében egyre népszerűbbek a kézzel hímzett bocskai öltönyök. A lakodalom egyik fénypontja kétségtelenül a menyasszonyi torta. A cukrászok mindent megtesznek, hogy megvalósítsák az ifjú párok által elképzelt édesség különlegességeket. Tehát a most a piac a marcipánnal bevont torták felé mozog, különböző állványokon, különböző színek, végtelen variációk. Amit még tudok mondani, hogy újra előre tör a csoki torta. Előre tör a csoki torta, ami hát, például nekünk ilyen párizsi krémmel van csinálva, megtöltve, amit főzünk, nem csak összekavarunk akármiből, hanem úgy, ahogy az a cukrászkönyv előírja. A lakodalmi menünél a fő szempont, hogy az ételek természetes alapanyagokból készüljenek. De a sok hús és sütemény mellett jól elférnek a gyümölcsök és zöldségek is, ám nem mindegy, hogy ezeket hogyan tálalják. Sokkal ízletesebbé varázsoljuk egy esküvőnek a színvonalát, sokkal jobban fel tudjuk hozni, illetve sokkal ízletesebbek ezek a dekoratív zöldségek, gyümölcsök, mely nem hiányozhat semmilyen esküvőről. Az esküvői szalonon több mint 30 cég mutatta be kínálatát. Fotóvideós cégek reklámozták magukat, de még utazási irodák is jelen voltak, akik a nászút kiválasztásában segítettek a házasulandóknak. A cél egy ilyen kiállításnak, egy esküvő kiállításnak az, hogy megkönnyítsük az ifjú párok munkáját, hogy ne kelljen nekik szaladgálni esküvőről, szalontól, egész a szervezőig, a tortástól a teremig, hanem megpróbáljuk ezeket a szolgáltatókat egy helyre ide gyűjteni, ezáltal megkönnyíteni a fiatal pároknak a munkáját. És gondoltunk azokra is, akik már túl vannak ezen a neves napon, ugyanis elindítottunk egy programot, aminek az a neve, hogy add férhez a menyasszonyi ruhádat, ami azt akarja, hogy a már meglévő, vagy az elmúlt esküvőről származó menyasszonyi ruhát le lehet ide hozni hozzánk. Mi 3 napon keresztül mi kiállítjuk, a hostesseink segítenek felpróbálni az érdeklődő menyasszonyokra, és megpróbáljuk eladni. Az esküvői kiállítást a 3 nap alatt több mint 1000-en keresték fel.